Ez a térkép a július 26-án mért mélypontot és a mostani állapotot hasonlítja össze. Akkor a megye szinte egészén rendkívüli asszály uralkodott, mostanra azonban sokat javult a helyzet. A folyók és a víztározók szintjei az elmúlt hetek esőzéseinek köszönhetően végre elérték az átlag alsó értékét. Csapadékra azonban továbbra is szükség van, a talajvízszint ugyanis a történelmi asszályos tavasz és nyár után még nincs elég magasan. Az első 8 hónapban egy 230 mm-es csapadékhiány alakult ki, ez azt jelenti, hogy kevesebb a csapadék az éves átlagnak, tehát ugye nagyon rossz volt a helyzet. Szeptemberben eddig 114 mm csapadék hullott, ami azt jelenti, ez 70-nel több, mint az átlag, tehát javult a helyzet. Ez most már azt mondhatjuk, hogy csak 30%-os a csapadékhiány, tehát nem oldódott meg minden, azonban a átom mögött lévő térképen is látszik, hogy a felszíni asszály megszűnt, tehát a csapadékos időjárásnak köszönhetően már a felső talajrétegek visszapótlódtak vízzel. Tehát megszűnt a rendkívüli asszály ilyen szempontból. Viszont ez nem igaz a talajvizekre, hiszen azok nem tudnak ilyen hamar visszapótlódni, tehát átlagosan 5 méter mélyen vannak a talajvizek, csak 10 cm-t emelkedtek az utóbbi egy hónapban, tehát azért a mélyebb talajrétegekben ez a probléma ugyanúgy fennáll. Ez csak a felső talajrétegben egy javulás. Ezek a felvételek még tavaly készültek a Tiszán. Az elmúlt években számtalan ilyen hulladékvonulás történt már a folyón. Ha nem is volt ennyire súlyos a helyzet, de az utóbbi napokban a Szamost is mentesíteni kellett. Az esős időjárás miatt az utóbbi napokban áradásnak indult folyón ugyanis jelentős mennyiségű PET-palack érkezett Románia felől. A csapadékos időjárás következtében 2-3 méterrel emelkedtek folyóink vízszintje. Ez azt jelenti, hogy árvízvédelmi készültség elrendelésére nem volt szükség, azonban a Szamoson kommunális hulladék érkezett, tehát mintegy 2 métert áradt a Szamos vízszintje. A romániai kollégák jelezték, hogy mintegy 20 darab palackot észlelnek percenként. Ez a mennyiség megérkezett a területünkre, tehát nálunk volt 30-35 palack percenként, illetve a Szamos lejjebb területein ez volt 50, a csúcson 50 palack kis percenként. Vízminőségvédelmi készültséget kellett elrendelni, tehát beindítottuk a hulladék eltávolító rendszert, és mintegy 150 köbméter hulladékot szedtünk le, szerves anyaggal vegyesen, ebből mintegy 41 köbméter a kommunális hulladék, tehát a PET palack. Luca Zoltán hozzátette, a hétvégén csak foltokban fordulhat elő zápor Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Hétfőtől azonban újra jelentősebb mennyiségű esőt jósolnak. Az ugyan nem a legoptimálisabb, hogy egyenlőtlen a csapadék eloszlása, a talajnak azonban a szárazság ellensúlyozásához továbbra is szükség van az égi áldásra.